Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek az összes körömlakomat. Igaz, nincsen belőlük sok, de úgy gondoltam, hogy elkészítem ezt a videót, mert nagyon sok YouTube gurunál láttam, és én szeretem őket nézegetni, úgyhogy kezdjük! Kezdjük a legeslegkedvencebb körömlakjaimmal. Színben, száradásban a legtökéletesebbet. Ezek pedig a Rimmel Londonnak a Salon Pro körömlakjai. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még, hogy a Hol videómban, a Glamour naposban megmutattam nektek ezt a kék színűt, és hát mondtam, hogy a száradásával nem vagyok megelégedve. Nos, azóta ez változott, és nagyon-nagyon jók, nagyon szeretem őket. Rájöttem, hogy igazából az volt vele a baj, mármint a kékkel, hogy nem vékony réteget vittem fel, és nem vártam olyan sokat, hogy megszáradjon, ezért lett olyan a finise, amilyen. Ez a menta színű a 241-es Green Dragon szín, ez a nude színű pedig a 237-es Soul Sensation. Ez a nudosabb barnás szín található most a gyűrűs ujjamon is éppen. Ezek a körömlakok árban nem annyira kedvezőek, tehát eléggé drágák. A kéket a Glamour napokon vettem, ez pedig leárazva. Jön a sorban következő kedvencem, mégpedig az Avon körömlakjai. Közülük is a legkedvencebb körömlakjaim a gel finishűek. Összesen 10 Avonos lakom van, ugyanis egy darab hiányzik innen, mégpedig ebből a Magic kollekcióból. Nem ez a holografikus, hanem a kis hosszú csillámdarabkás. Árnyalat neveket nem tudok nektek mondani, de akkor itt alul azt találtam, ami ott van középen, hogy P622, illetve P625. Ez a két szín ilyen metálos, ugye metál színű, csak az egyik egy kékes, a másik pedig egy ilyen szürkés, ténylegesen metál színű. A következő kettő a P623-as és a P818-as. A 818-as egy gyönyörű levendula szín, ami hát nincsen benne csillám és teljesen egyszerű fényes lak. Mint láthatjátok, ilyen sápat lila színe van, én ezt nagyon szeretem, főleg ősszel szoktam használni. A 623-as pedig egy teljesen egyszerű fehér szín, amiben szintén nincsenek csillámok se semmi. A következő kettő a P802-es és a P806-os. A 806-os egy barackos szín, de igazából a képen, ahogy láttam, ez rózsaszín volt. Tele van szorva lilás, rózsaszínes csillámokkal, de ez inkább egy barack szín szerintem. Nekem ez a körömlak igazából egyáltalán nem tetszik, de majd meglátjuk, hogy esetleg lesz-e egyáltalán a kezemen. A 802-es pedig egy nude barnás szín, amiben szintén nincsen semmiféle csillám, és csak egy egyszerű körömlak. És az utolsó kettő pedig a P815-ös és a P817-es. A P815-ös egy gyönyörű őszi szín, ami most is éppen a körmeimen van. Ez is egy teljesen egyszerű körömlap, nincs teleszórva semmilyen csillámmal. Általában ezekből a körömlapokból két réteg kell, de valamelyiknél ugye el kell a három is. A 817-es pedig egy sárga szín, ami tele van szórva sajnos csillámokkal, ennek nem igazán örülök, de én már nagyon régóta szerettem volna egy sárga körömlakot, és most, hogy végre megvan, igazából még nem volt vele kifestve a köröm, ugyanis ezt éppen ma vettem, de örülök, hogy végre van egy sárga körömlakom, és ugyanis ezeket a színeket, a sárga, meg az ilyen furcsa színeket, például a narancssárga, vagy a zöld, vagy a lila, ezeket nagyon-nagyon szeretem a kezemen. Összességében ez az alak, amit valószínűleg minden színben felvásárolnék, ha létezne annyi pénze. Nagyon gyorsan megszáradnak, szépek, tartósak, hogyha rákenünk még egy fedőlakot, akkor meg aztán plán. Úgyhogy ezek a kedvenceim. A következő körömlakok a Rival de Luke-nak a termékei, ugye a körömlakjai. Ebből egy nagy körömlakom van, amit egyszer használtam, és aznap már le is mostam. Igazából sok idő volt, mire megszáradt, és nem szeretem az ilyen körömlakokat, ugye, mint tudjátok, meg látjátok a körömlak kollekciómból, hogy csak olyan körömlakjaim vannak kb., amik nagyon gyorsan megszáradnak.
Ennek ellenére én kísérletezgettem és megvettem a 31-es Magic Dream árnyalatot, ami egy ilyen holografikus körömlak akarna lenni, tele van szórva csillammal, ezért kéne gyorsan száradnia, de nekem valahogy nem jött össze ez az egész, és inkább azóta nem is használom. Viszont a Rival de Loop-nak vannak az Express Color körömlakjai, amiket nagyon-nagyon szeretek. Igazából csak annyi, hogy felkened a körmedre, és már is mehet, mert ez tényleg annyira gyorsan szárad, hogy nagyon. Ebből van egy 10-es a Red Passion, egy 01-es a Glitter Dream, a 02-es a Lemon Tree, és a 06-os Blue Bay. Ezeket a körömlakokat, kivéve ezt, ugye azért szeretem, mert nagyon olcsók és gyorsan száradnak, ezt pedig igazából egyáltalán nem szeretem. A következő két Lovely Lock, amit igazából nagyon-nagyon szeretek, ugye ez a szín van összekeverve az avonos színnel a körmömön, ugyanis úgy történt ez az egész, hogy tegnap kifestettem a körmömet, és ma behozta nekem az egyik osztálytársa a körömlakokat, amiket rendeltem tőle, és átfestettem vele, szóval igazából ennek a két körömlaknak ugyanolyan színe van, már is bemutatom nektek. Mint láthatjátok, alig van köztük különbség, de hát most így jártam. Szóval a Lovely most megint kihozott egy új kollekciót, mégpedig a Fast Dry nevű kollekciót, ugye ami gyorsan száradó körömlak. Hát én azt láttam, hogy ebből csak piros szín van, nem tudom, hogy miért van ez, de hát most ez van, csak piros van. Piros bordó és ilyen sötétebb lilás dolgok. Ezt tetszett nekem a legjobban, és ezt vettem meg, hát ez eléggé gyorsan szárad, ugye, mint a neve is adja. Nem volt drága, ugye egy normális Lovely körömlaknak az ára, és nagyon-nagyon szeretem. A másik pedig a Lovely-nak a Baltic Sand körömlakja, ami, mint látjátok, teljesen tele van szórva ugye kék csillámokkal. Ezt én nem is bánom, nekem ez a körömlak nagyon-nagyon tetszik. És ez a 26-os színű árnyalatú körömlak. A vörös pedig a 09-es. A következő két Astor lak, ami elvileg 45 másodpercen belül megköt, vagyis hát megszárad. Hát ugye nyilván mondanom sem kell, hogy ez egyáltalán nem így van. Sok ideig száradnak, még akkor is, hogyha a vékony réteget viszel fel belőlük, de ettől függetlenül borzasztó szép színük van. Viszont azt nem értem, hogyha valamire ráírják, hogy gyorsan szárad, akkor az miért nem szárad gyorsan, és akkor miért kell ráírni, hogyha nem igaz. Mert egyébként ezek a lakkok eléggé drágák, és szerintem nem éri meg azt, hogy 1000 évet várjuk rájuk. A fehér a 105-ös Here Comes the Bridge, a rózsaszín pedig a 202-es I'm in the pink. Szeretem őket, de túl drágák, nem érik meg a pénzüket, és nem száradnak gyorsan. A következő három mind Mistport és körömlak, amiket láthattatok egy hol videómban, ezen kívül még volt egy, az egy ilyen neonsárga színű volt, hát azt oda is adtam a nővéremnek, mert borzasztó volt, sosem kötött meg, és hagyjuk is. Mellényúlások voltak, nem igazán az, amire számítottam. 1000 réteget kell felvinni, ha vékony réteget viszel fel, akkor is nagyon sokat kell várnod, úgyhogy igazából szerintem egyáltalán nem jók ezek a körömlakok, de hogyha szeretnétek valami olcsót, mégis szép színűt, akkor tudom ajánlani maximum. A barna a 025-ös, a rózsaszín a 080-as, és ez a halvány rózsaszín nude színű pedig a 040-es. Ami kimaradt, az egy Rimmel London 60 Seconds Super Shine Top Coat, vagyis fedőlak. Ezt még nem használtam, ugyanis ezt is tegnap vettem, és nem volt időm még kipróbálni, de ahogy látom, és ami nekem furcsa is volt már az üzletben is, hogy miért ilyen folyékony, na hát majd kiderül, hogyha használatba veszem. És ami még szintén kimaradt, az egy avonos Stardust körömlak. Ez is egy ilyen nagyon-nagyon csillámos, szép homoklak. Nem tudom, mennyi csillám lehet benne, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sok. Amikor le akarod szedni, akkor egyenesen kaparni kell. És ez még egy előző évi karácsonyi kiadás, és mégis még mindig jó. Nagyon szeretem ezt a körömlakot, borzasztóan szép, és ez sem volt drága. És ez Silver Crystals árnyalat. Hát ennyi lett volna az összes körömlakom. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és a következőkben találkozunk. Sziasztok!